A mostaninál nem létezik jobb megoldás az ukrán katonák kimenekítésére a Donetsz megyei Mariupolban, az orosz hadsereg által körbezárt az osztál acélipari gyár területéről, Na, jelentette ki Anna Maljár, ukrán védelmi miniszterhelyettes. A műveletet akkor tekinti ki a befejezetnek, ha az ukrán katonák mindegyike visszatért ukrán ellenőrzésű területre. A Mariupoli orosz katonai blokád feloldása a jelenlegi helyzetben lehetetlen volt. A sebesült ukrán katonák orosz ellenőrzés alatti területre volt az egyetlen kiút, mondta a védelmi tárcaminiszter helyettese, és kiemelte, a nemzeti gárda, az országos rendőrség, a határőrség, az ukrán hadsereg és a Mariupoli területvédelmi alakulat embereiből álló csapat teljesítette a harci küldetését. A Mariupolban szolgálatot teljesítő ukrán erők védekezésének köszönhetően az orosz hadsereg nem tudott csapatokat átcsoportosítani Ukrajna más régióiba. Moszkva így nem tudta rövid idő alatt elfoglalni Zaporizsát, és nem tudta megteremteni a feltételeket a Donetsz megyencében harcoló ukrán haderő körbezárásához.